Nem sietik el a kormány alakítást a választáson győztes spanyol szocialisták, inkább a hamarosan következő európai parlamenti választásokra összpontosítanak. A spanyol szocialista munkáspárt jelentősen növelte képviselői számát a törvényhozásban, de többséget nem szerzett, így azonnal megindultak a koalíciós esélylatolgatások. Az egyik magasrangú szocialista politikus szerint viszont inkább eseti megállapodással bizonyos ügyek mellé keresnének maguknak támogatókat, mint hogy szerződést kössenek egy másik párttal. A spanyolok többsége a szocialista pártot választotta. Éppen ezért a szocialista párt és a párt elnökjelöltje Pedro Sánchez felelőssége és kötelessége, hogy kormányt alakítson. A szavazás eredménye kötelez minket erre, mondta a szocialista párt titkára. Ha a szocialistákat vezető Pedro Sánchez mégis a hagyományos koalíciós kormányzást választja, akkor a szintén baloldali Podemos a legkézenfekvőbb koalíciós partner. Vezetője Pablo Iglesias már be is jelentette, hogy készek a közös kormányzásra. A stabil többséghez viszont még ez sem elég. Jól jönne hozzá a katalán nacionalisták segítsége, de ők már korábban sem támogatták Pedro Sánchez költségvetési javaslatát, és tulajdonképpen ez vezetett el a mostani választásokhoz is. Ott lenne még lehetséges partnernek a Ciudadanos. A jobb-közép pártot vezető Albert Rivera azonban kijelentette, nem készül belépni a kormánykoalícióba, az ellenzék vezetői posztját érzi inkább magáénak.